Látványos bemutatóval szórakoztatták a versenyzőket és a szurkolókat a jubileumi Shotokan Karate Bajnokság ünnepélyes megnyitóján. A nagygálói Shotokan Karate Do Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett versenyre közel 200 harcművész érkezett az ország több pontjáról. A rendezvény megnyitóján Juhász Zoltán polgármester elmondta, több szempontból is fontos, hogy egy ilyen jellegű sportrendezvénynek adhat otthont Nagykálló. Legfontosabb azért, mert egy olyan egyesület rendezi, amely 30 éve fontos a város életében. A Nagykállói Shotokan Egyesület az 30 éve alakult, és ennek a ünnepnek a alkalmából is kerül megrendezésre ez a mai országos verseny. Mindig is hangoztatjuk azt, hogy egy ilyen város, egy ilyen 10 000 lakosú városnak legfontosabb motorja az, hogy a civilek, a társadalmi szervezetek, egyesületek éljenek, tegyenek javaslatokat a város felé, mutassanak példát, és rendezzenek versenyeket, és egy olyan élet folyjon bennük nap, mint nap az év minden napján, amelyeket ők felügyelnek, ők irányítanak, saját maguk alkotják meg a saját maguk által elképzelt dolgokat. Ebben az esetben edzenek, készülnek a versenyekre, a bajnokságokra, és minden évben tudják, hogy mi a feladatuk. A programmal a világbajnokságra készültek a különböző korcsoportú versenyzők, a karatékák. Emellett azonban a megmérettetés további célokat is szolgált. A legkisebbek versenyzéshez szoktatását és a versenybírók képzését is célként tűzték ki a szervezők. A bajnokságon 6 éves kortól egészen 48 éves korig képviseltették magukat a harcművészek, egyéni és csoportos kategóriákban egyaránt. A szövetségünk életében minden évben két versenyidőszak van, van egy tavaszi és egy őszi hadjárat, úgy mondhatnám, és ezzel nyitjuk meg a felkészülési versenyünket az október 17-13-ig tartó Nomiszati világbajnokságra, és november 10-én magyar bajnokságra. Nagyon öröm számomra, hogy Nagykálló ad otthont ennek a versenynek. Ferenc Tibor és Timár Zoltán szenszelyek nagyon-nagyon régi karatésok, nagyon jó csoportjuk van, és nagyon örülök, hogy ők ezt a versenyt ilyen színvonalon meg tudták szervezni. A verseny szabályrendszere szerint a küzdelmekben teljes erővel, maximális sebességgel támadták egymást a versenyzők, viszont szigorúan tilos volt megütni az ellenfelet. A testelőt 1-2 cm-rel meg kellett állítani az ütéseket. A mérkőzések a döntő találatig folytak. Ez azt jelenti, hogy a győztesnek vagy egy olyan ütést kellett bevinnie, amely normál körülmények között harcképtelenné tette volna az ellenfelet, vagy két kisebb, de a bírák által értékelhető találatot kellett produkálnia. Maga a verseny a SKS szövetség, ez a mi országos szövetségünk, ez amely az ország minden pontjáról jöttek egyesületek, 187 versenyző van 18 egyesülettel. Maga a versenyszabáról annyit kell tudni, hogy a 6-7 évestől a 48 éves korosztályig mindenki szerepel, különböző korosztályok 2-3 évente vannak csoportokban összehozva, és különböző jófokozatok szintén 3 csoport van összesen, a kezdő, a haladó és a legmagasabb jófokozatúak. Tehát mindenki a saját korosztályában, a saját önmagával azonos szintű versenyzőke mérkőzik meg. A Nagykállói Shotokan Karate Do Egyesület versenyzői hosszú ideje készültek már a szeptember végi megmérettetésre. Mint mondják, ők nem csak a versenyre készülnek már hetek óta, hanem ezzel egy időben a DAN vizsgáikra is. Ez egy elég hosszú felkészülés volt, hiszen már nyár óta készülünk. Heti 3 edzéssel és plusz felkészítésekkel jöttünk most ide. Most ez egy nagyon érdekes felkészítés volt, hiszen a DAN vizsgákat is a mostani időpontra tették, és így a DAN vizsgákkal egyszerre készültünk ide. Hogyan készültél fel erre a versenyre? Hát úgy nyár előtt, és mindig gyakorolgattuk a katákat, meg mindent csináltunk. Szeretsz versenyezni? Vártad már, hogy eljöjjön ez a verseny? Igen. Mit gondolsz, nyerni fogsz? Hát szerintem igen. A jubileumi Shotokan Karate bajnokságon közel 200 versenyző mérte össze tudását. A Nagykállóban megrendezett versenyen 18 egyesület képviseltette magát.